maga szemüveges? Igen, igen, szemüveges vagyok. Hát én általános iskolás korom óta szemüveges vagyok, ilyen 7.-8. korom óta, mert nem láttam rendesen a táblát. Óvodában mindig a fél szemem le volt ragasztva egy ilyen matricában, és nagyon hülyén néztem ki benne. Én szeretem a szemüvegemet igazából. Hát inkább azt mondom, hogy már hozzászoktam, mert már a hétköznapjaim része, de egyébként nem szeretem, mert unalmasnak tartom, és hát nem szeretem, rossz. Nagyon jó érzésem van a szemüveggel, mert jól látok, messzelátóval is, meg a közellátóval is, meg a napszemüveget is használja a néni. És volt már valamilyen baki a szemüveggel kapcsolatosan? Hát volt már, mert letettem valahova, és nem találtam meg. Volt, amikor összetörtem a szemüvegeimet mind a kettőt, és nem volt egy például a szemüvegem, és nem láttam rendesen. Kicsit idegesítő van, amikor, hogy koszos lesz, vagy... Állandóan bepárásodik, ha bemész valahova télen, mert ugye a hő rácsapódik. Utálom, hogy minden nap fekevenét tisztítani kell, most is annyira piszkos, hogy valami hihetetlen. Néha lerepül a fejemről, az előfordul. Valaki véletlenül ráül, szóval ez egy folyamatos veszélyhelyzet, stresszforrás is. Van egyfajta kezdeti benyomás. Valamiféle sztereotípia, hogy a szemüvegesek okosabbak szerintem. Én is ezért voltam. Van egy ilyen sztereotípia, hogy akin szemüveg van, az okosabbnak tűnik, ön szerint is? Hát csak tűnik, igen. Sokan okosabbnak néznek benne, ami mondjuk egy eléggé érdekes meglátás, de minden esetre ez hasznos. Nem a szemüveg teszi az embert okossá, hanem itt, ami a fejbe van, tudod, kicsim? És szexi a szemüveg? Hát a fiataloknál igen, az öregeknél már nem igazán. Ön szerint szexi a szemüvege? Fú, hát inkább Harry Potteres, úgyhogy aki a Harry Pottert szereti, annak igen. És maga szerint szexi a szemüvege? Hát nagyon szexi, nagyon szexi. Úgyhogy, ha én megyek az utcán, akkor a néni fölteszi, édesem, tudod, hogy csinosabb legyen benne, tudod, édesem. És ne lássák a néninek a ráncait, tudod? De neked is tépszemüveged van. Köszönöm. Például.